mászik, akkor van egy kis kétszemélyes kocit, ilyen kis lazakocit, érted? Kis picogatja, hogy is szívja, kis buggy, most megnézzük is, akkor segítsél már. Jó, nézd meg, ilyen a lapos kocsit akarsz, aminek kis teje vagy kis mi? Kis buggy, tudod, ilyen kis homokfutó. Buggy, értem? Fogalmás is melyik áll, csak úgy csinálta, amit aki tudja. De majd megnézzük. Szala Velda. Vigyük vissza? Szerintem jó. Mi ez a szoknyugdíj celész? Hát én mindig megijedek hirtelen, amikor kanyarodok. Nem tudom, félek autóba. Kuplunk Szala Velda, elvittük is már akkor leszeget lopogott ember. Ja, hát Frost csinálta. Frost! Kis légi Opel, nem is losz. Ja, Opel Manta. Ja, nem rossz. Is losz. Szép pilosz. Aha. Ne zavarja, hogy zöld, tici. Persze. Az a zöld, persze. Simán. Szép pilosz. Szép piros. Én magam álltam ki vele. Fosz. Leceget lopogott már, mikor kikanyolottunk, csak siettünk. Aha, persze. Mentem vele pár métert, hogy teszteltem. Tényleg szal? Mikor visszegeded a gáz, leceglet lopogott. Ezt nem kalambolosztunk semmi. Kuplunk megnézi mindjárt, nekem mennem kell. És? Kuplunk bámul maga elé, érted? Nézd már a Veldála. Most jobb? Szerintem szokkal. Állja, kipróbálom. Erőteljesen nézed. Erőteljesen, kurva erőteljesen nézem. Nem jó szal! Leceg ember! De még mit gondoltál, hogy ránézek, jobb lesz? Három a távot, és hozza a pénzt. És hogyha melyik szemed a jobb? Melyik a bal vagy a jobb szemed, látsz jobban? Hát a középsővel. Akkor csak a középsővel nézed, és akkor hát ha jó lesz. Tehát nézhetem ezt így is, úgy is. Én szerintem nem éred el a pedálokat rendesen. Most ez kicsi szalul leszett megint. Én mindig bántasz engem, és én nem. Egyszer bejövök, ezt leszulkálok, érted? Viccelődész, meg ne üsz meg. Viccelődész. Te hol van a csávó közben? Na mindegy, megnézem addig, jó? Szerintem én értek a Veldákhoz, és a váltó szal. De akkor miért nem csinálod meg, hogy ennyire értesz a Veldákhoz? Mert nem vagyok ilyen koszos szelelő. Kucipulci valahogy, nem látja szerinted? Szerintem fussál. Micsoda? Szerintem fussál. Micsoda? Nem, azt hittem ide jön. Szép húlom a fejét, érted? Ja, igen. Nem tudtam. Tisztel engem, érted? Ja, nem mert bántani? Dehogy hisz. Szétpásztad a fejét már? Egyszer. Cá. Halló. Mi a helyzet? Kis majmocka. Kis bajsasz majmocka. Meg vagyunk? Na szép, mert most jövök fölfele. Az előbb ledőltem fel egy kicsit, bocsi. Elfelejtetted? Elhalt. Kicsit elaludtél. Nagy hígítósok. Lehet, hogy váltóolajcele. Én kurva nem fizettem ki, francia kocia. Tudod, miért lága a váltóolajcele? Kisztelem. És hogyha átbasznak, honnan tudod, hogy az? Nézzük meg, hogy mit csinál. Az is igaz. Megkötekedjük, érted? Koplum, megmondtad nekem, hogy melyik az a váltóolaj? Mutasd már meg, érted? És mindjárt megmutatom, jó? Mindjárt megmutatom, csak megnézem itt a hűtőt. Én nem jó? Azt cserélném ki, érted? Nem cserélek semmit, csak megnézem, szabolt, jó? Szabolt, máshogy kell szerintem behatni, de nem is érted? Csavartam semmit, csak mondom, csak megnéztem, érted, amit mondom? Na. A melyik a váltóolaj? Itt vannak, látod? Ott vannak a folyadékok. Hát ránézel innen. Pár. Igen, rajta vagy az egyik a váltóolaj, igen, a másik a szélvédőmosó, meg a fagyáló. Érted? És honnan tudod, melyik a fagyáló és melyik az olaj? Rá van írva. Ja, értem. Oil, ott az olaj. Ja, az olaj az meg itt van. És, és az oil meg a váltó oil az ugyanaz? Nem ugyanaz. A váltónál rajta van az a kis piktogram, látod? Hogy váltó, ott van rajta egy váltó. Ja, értem, aha. Igen, és abban tök más milyen kell. Nem milyen? Ugyanolyan olaj kell. Hát azért, mert amilyen olaj kell a motorba, az nem jó a váltóba. Ja, értem, és ki öntötte bele a másik olajá? Hát mit tudom én, gondolom Frost. A
Vagy lehet, hogy előtte, ahol voltatok szervizbe. Csak ide járunk HKS-be, csak. Tehát ez azt mondom, ez hazugság. Ja, nem? Ugye? Nem tudtam. Én mindig csak ide jöttem, amikor bejöttem. De akkor Suzuki kis olajat kap, érti? Suzuki olajat. Ez nem így működik, Tici, hogy Suzuki olaj. De van az olajnak finomsága, érted? És minden autó másmilyen olaj kell. Valamiben durvább, valamiben finomabb. Olyan kis finom, mint Nina kis Popessa? Olyan kis olaj kell. Ebbe igen. Popessa olaj. Na. Kis Popessa. Jó, most próbáld ki, aztán gyertek vissza, hogyha nem jó. Persze. Futó az minek kérem? Az a kici! Van egy kis... Vettem egy luhaszettet, érted? Kicsit izzad a falkam, kicsit izzadok ebbe a pulciba, bár szeretem el Gucci, de vettem egy kis lazaságot, és akkor gondoltam egy kis Gucci szapkába, kis homokfutvar, érted, a válaszba, kis papuc, majd megbutizom, érted? Na, király! Hogy is hívják? Adásvételi. Adásvételi szerzőrész. 150. Jó, adj nekem egy 2 darab volt, majd szépen megkérlek. Itt az é, gyere? Na meg lesz, most nézd meg, hogy megvan-e. Ja, megvan. Akkor megmutatod? Teszik itt az é. Persze. Egy kicsit csak. Egy fél pillanat. Nem vagy lágám, vagy és akkor megújítás, az csak egy 100-as. Lózaszi mékony bugyit értelisz, majd abba tötted meg. Parancsoljuk, remélem felmutattam. Lózaszi mékony bugyit értel, vagy fejélet? Nem mutatja. Jó, de miért nem? Mi bancoszat? Jó, akkor pirosat kell venni, vagy feketét, az a ribáncos. Tehát nézzük még egyszer. És most? Az új lózaszín? Rohadtul nem. Az nem libacos? Ja, most. Nézd már, hogy nézzék ki a rózsaszínbe. Nem áll jól az a rózsaszín nekem. Vagy ilyen kis kulvász lila, az is jó. Az is jó, azt mondták a hajam is kulvász. Megírom, jó? Jó, rendben. Ez király, ez izgatós. Azt mondta francia, kurvás a hajam. Mondom, te miért? Hát egy kicsit ilyen lotyósz, de jó, érte szexualisan. Ja, értem. Láncigálni, érted? Zőzlem meg azt mondta, hogy férfias a hajam. Mondom, de miért férfias? Azért, mert lila. És a lila, az férfi szín. Ez ügyes szín. Mondom, biztos, ha igazad van, te vagy a férfi, te biztos tudod, hogy a lila férfi szín. Mióta befosztam, nem fülöttem. Ez már nehéz lesz ma levakarni, Ticia. Azért most úgy is átöltözök, érted a kocihoz. Jó. Akkor azt mondjuk átöltözni? Persze. Jó. Nem, először a kocit megveszik ott. De ne büdösen ülj be az új kocsiba, nem? Lesz ez valami, érted? Büdös, veszek másikat. És a kocsihoz vettél pénzt le? Még nem, csak majd vegyük ilyen szalt. Jó. Ez? Adásvételi szerző is. Ó! Na, ez lesz. Már jó tud segít markolni, nagyon ügyes vagy. Jó a kis bukszád, érted? Nyalja, mint a kis nyáli dinnyét. Jaj, mivel lóg? Nekünk szétszabálom nyáli dinnyét, érted? De szerelésre. És hogy szabálom? Nyam. És tiszta olyan vagyok, érted? 252. Hát mondjuk igen. Ha jól csinálod, akkor tiszta olyan vagy, valóban. Köszi szépen. Biztos olyan vagyok. Meg egy kis folyaszkenyelet is teszek hozzá, szeretem. Dinnyei folyaszkenyelet. Nekem egy forgalmi kéne akkor. Egy forgalmi, jó, oké. Szerinted valami bekapjuk az adásvételit? Így van. Kuplum! Mondja. Szeretném gyorsan 2 adásvételit venni, mert régóta válunk, érted? Jó, adjad neki. Ő is, érted. Odaadjam neki. Ő is régóta vár, érted? Köszönöm. Csak gyorsát veszem, itt sem vagyok. Azon gondolkodtam, érted, hogy kicsit a móló fele vennék egy ilyen, kibérelnék ilyen szép lakást. Móló fele, érted? Móló fele... Persze, de megnézzük a lakásokat. És arra gondoltam, persze még nem coolunk, meg nem vagy belém szerelmes. Az egy kicsit érzel illántam, nem? Gyerébe azért. Hát Tici, eddig te vagy a legfajabb peírom, akkor 10 is kell venni, ugye? Persze, illad. Szóval csak én vagyok, nem éltem. Szóval azt akartam mondani, hogy eddig te bánsz velem a legszebben mindenki közül. És akkor az azt jelenti, hogy én vagyok legközelebb a kis bugyithoz, érted? Hát így van. Jó, szín. Szóval arra gondolod, Istenem, milyen balom, a szakadt szóló melciddel érted, nyolc a geci szeggem! Húha, Ticia, nagyon
Te férfi? Ilyen állat vagy? Azt a minden. Persze, baszok, mint a Tigris. De a Tigris vagy baszik? Mi nem tudom. Az kurvala baszik a Tigris, érted? Odaadom az ét, odaadom az ét, és mondom, hogy ezt a veldet szeretnéd. És milyen színűbe vegyek meg? A gyere, válasz ki milyen színűbe. Azt nézd meg. Szerintem, várj, úgyis majd megcsináltatom. Szerintem legyen... Narancságo, olyan likító narancság. Likító narancs, jó. Itt várlak. Wow, milyen király! Milyen cíl lesz? Szerintem kurva ilyen kis kúlósz, nem? Eddig kifaszol. Illikátszok a nevem le, és akkor... Hagyjuk itt a laptolt, és akkor ezzel megyünk tovább, érted? Átültözni minden ilyesmi. Na, jó. Na, gyere, vizés, nagyon vagány. Jó, Velda? Nagyon. Tudni nélkül. Faszá, tapad minden. Azt a kurva, de jó keszi. Vagány, kényelmes hátra. Hú, de jó kis Velda. Wow. Ez lesz a kis landikocin, kiérted? Stillelkedő, landikoci. Simán csak kiadott a kábítószert valakinek. Persze. Adja a zsét. Gengszeres? Gengszeres. Így van. Hú! Fordul, szépen fordul. Ó, nagyon szír. Értünk? Ja, úgy is tetőn levágom egyszer. Csak átöltözök, még kicsit lefüldök, jó? Jó, fülök. Pár perc. Szexuális szajom? Hogy nézek ki? Csak kérdezem. Nagyon fasz, nagyon. No, de szexi. Látszik a lábad is, szép lábad van. Szép. Jó, még illik is a narancssárgához. Nagyon. Menjünk egy kör. Ezek egy kis cipszet. Menjünk egy kis költ, meg menjünk, nézzük, mennyi a tuning, érted? Kis tuning alkatrész, dupla turbo, kolai turbo, ilyesmi. Jók, lehet előtte kórházba Pekin egy kicsit ugorni egy pillanatra. A tuning fontosabb, mint az egész széged. Ja, jó, hát. Menjünk, akkor tuningoljunk. Mennyivel fog menni ez az autó? Dana, vajon? Sokkal többen, sokkal gyorsabb. Mondjuk az... Belement a bo... Mit csinálsz, te balom köcög? Belement a bogál a számba, istenem. Belement egy kis bogál a számba, majd megfulladtam. Ez gyorsan, bár, hát gyorsan, cókolj meg, gyorsan. De meg csak akkor nem fogod látni az utat. Gyorsan, csak cókolj meg. Istenem, de finci. Olyan finci. Átadod a bogarat. Átadod a bogarat. Lehet az dalász, meg ne cípjen. Jaj. Közel megcsókollak, ne adjad a bogarat. Nem ott van az a cávó. Melyik cávó? Ti, várjál, figyelj. Hola, Juki. A földön. Szállt egy kis szóló. Hello. Úgy hallottam, érted, hogy szopkonnád a falkam. Ez nem igaz, a szerelő mondta, kamuzik amúgy, csak mondom, szopkonnád kurvállak a kamuzik. Falkam, és... Persze? És most... És... nyomod a stílusom, érted, a stylistomat, a kis stílusomat próbálod... Nem lesz olyan kis gizda, mint én, szóval, érted? Cici, fordulj már egy cici. Teszi? Már régen nagyobb gizda vagyok, mint te. Palancolsz? Már nagyobb gizda vagyok, nem kétünk. Utána téged kis tap legyek. Azért, mert van egy szóló kis tetkód, érted? Attól még egy cicka vagy. Nincs neved, érted? Kettő van. Csak mondom, kettő van. De király, én is szeretnék vagy, érted? Szóval attól még egy kis cicka vagy, és a szengeme nem vagy, érted? Csak ennyit szerettem volna. Köszönöm, szerelő úr. Jó, hát lendüljük a sorba. Teljesen mi vagyunk. Oké. De ez mi legyen? Komu, komu tici. Szerelész meg egy másik. Jó, megnevezész. Személyen ezt fel, én nem szegít lajtad, nem lesz el a menőbb, érted? Jól megmondtam neki, szajom. Így van. Nem így tanítottalak, Tici, hogy tanítottalak? Én baszok, mint a Tigris. Ja, mint a, akkor mint a Tigris, tudj ki. Milyen felnit az elképzelés rajta, milyen felni? Ugyanez a premes, csak ami... Megyek piszilek. Fúra. Nincs valami világám. Pofán vágtam. Milyen kis tüzes Tigris vagy, bengali Tigris. Képzeld el, azt mondta, valami rosszat mondott rád, hogy megütt téged, hogy valami rosszat mondott rád, és lepofosztam, képzeld el. Teljesen izgatósz.
Vigyázz, mert ebben a kisgatyában nagyon látszik, hogy csak kukac megindul. Az is igaz. Ellen nem is gondoltam. Csak óvatosan kell beszélgetni ilyenekről, mert akkor lát, ki fog lógni belőle, vagy valami, érted? Van akkor a kukacod? Persze, bőven is. Óvatosan. Mint egy régi locolócő. A kertbe, ami nem tekeltek össze, csak ott hagytak élted. Rájöttem, mint egy kígyó. Ilyen kelti locolócő. Ügyesz vagy, hogy szétkultad a fejét. Büszke vagyok rád. Na, helyes. Úgy néz ki, mint egy kis köcög. Nem is értem amúgy. Mint én. Amúgy nem olyan kocsia van, csak neki is Cabrio fia, de hát az a ez nem olyan kocsi, az enyém Jaguar Cabrio, nem ilyen Zolo Foss Suzuki, érted? Vagy mi ez? Peugeot? Mazda, vagy micsoda? Peugeot, szar Peugeot. Kínai. Nyald ki a szeggem, kis köcög! A geci szeggem! Szét fogom elni ezt a kis köcögöt. Nem is kínai vagyok, hanem kólai. Mit is mondott? Lehet, hogy csak elköszön. Csöves kínai. Kinyolja a geci szeggem. Hát az meg. Mit képzelnek magukról hát, ezek magánapság? Kis köcög. Kuplunk, csak kérdezem, mennyit kell válni, érted? Mi? Vigye más hova az émet. Milyen zsédet? Szeretnék egy kis kólai túlbót a Veldába, ilyen apró szám. Jó, várjál, ezt megcsinálom, utána ti jöttök. Istenem. Igen? Igyekezz egy kis munkász. Jó, tehát akkor motor benne. Itt mindenképpen belekötsz, Ticia. Tudod, hogy én, hogy is mondjam, ilyen félfi vagyok, érted, ilyen elősz férfi. Mentálisan, szexuálisan. Persze, tudják, hogy csak mellé hány méter, itt áll a kis Louis Vuitton táskába, Gucci szapka, zöld napszemci, érted, és magány Veldámon, magány cajom. A szengembe szincenek, érted? Milyen napszemci? Zöld napszemci. Piros? Jó, viccelődész. Zöld. Piros. Most itt feljellek meg a szelelőtelepen? Hát, gyere akkor. Most érted, most te ezt széged itt találszolok, mint itt. Verdeszek le az ollod le. Hát de most miért akarsz orrba verni? Hát, hát mert ez verdeszém az orrára, ja. Ez csak vicc volt, úgyhogy semmi következmény nem lesz. Én nem viccelek, érted? Szeretném megnézni. Érted. Mint a majonézt, flakonból, pukk. Kinn is van, érted, gyors leszek. Na mit szeretnél, mondjad? Mi? Ne rágózzál már, ha nem tudsz. Persze, szeretnék kis kólai turbót bele, mennyi zémélni, ilyesmi. Itt van alattam a kólai turbó. Értem, akkor ja. Csak lak bele. Mindjárt mondom, jó? 18.005. Ja. Jó, gyere. Megyük le, nincs szegénység. Na. Ugyi, azt nézd, hogy kurvára megy. Azt a kurva. Mi az Isten? Azért az kicsi túlca. Ez kurva jó Velda. Valami egyenlőre csináljuk már meg, hogy lelássuk. Ja, várjál. Persze, csak adom Józibához. Úristen, azért most kicsit beszaltam. Nyomja neki, mennyivel megy? De mondjuk ketten nőrünk benne, mondjuk. Out! Csak ne fejelted le a betonoszlopot, érted? Jól vagy? Nem, csak majdnem kiestem, míg jó, hogy be vagyok kötve. Ebben nagyon-nagyon figyelni kell, atyám Isten. Kicsit beszártam. Máskor simán elszállt volna. Kis cirkáló. Nézd, hogy ilyen romantikus. Nagyon jó. Nagyon romantikus. Nap lemente kis Velda, ezt gondold el, hogy éppen lufiznál, érted? Mi ez a lufizás? Kis lufi, érted? Szopogatász. Mit kell szopogatni? Nem rossz ötlet, nem rossz. Mit csodál nem rossz ötlet? Kis nap lemente, érted? Szopogatász. De akarok itt szopogálni, mindenki látja, nincs ami... Érted, nem takar el sem, egyből látják, nincs, hogy lufizom. Na várjátok már, csinálom is. Csinálom a takolást. Na, nem fogok itt lufizni. Nem is itt kell. Persze, itt laknak házak, minden ilyesmi. Kapaszkodj kicsit, gyorsan megyünk. Jó. Az homok, aha. Wow.
Na és? Itt? Ja, hogy azért hozta itt, hogy itt lufizzalak? Persze, itt nincsen senki. Hát de mi most nem akarok lelufizni. Értem. És mél? Hát miért nem vagyunk még ilyen... Na, érted, mert ők... Kapcsolatban? Igen. Csinálok egy kis képet, csináljunk, mit szólsz hozzá, érted? Na. Új Velda, új cajom. De így csinálj, instála. Benne van a Velda? Igen, úgy akarom, hogy azért a víz is, meg a naplemente is valamennyire. Persze, fontos. Na, fasza? Mi legyen a címe? Félig lemaradta, várját meg passzimmal. Várját még másik oldaladra, mert félig lemaradta. A passzimmal lomantikázás. Jó. És akkor a passzimmal... passzimmal... persze. Passzimmal flanciázás. Vagy passzim lufizás. Én is kilakok, egy képet. Flanciázás. 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 ez lemek! Lufiszatom a cajom a palton az új Veldába. Micsoda, lufiszatom a cajom a palton az új Veldába. Ha nem is lufizok. Hogy lenne kérdésem? Na. Szóval most így kicsit összemelegetünk minden ilyesmi. Tudod jól, hogy egy igazi férfi vagyok, szőlősz a pöccöm, és baszok, mint a tigris. De várjál már, nem tudom, hogy baszol a mint a tigris, illetve hogy szőlősz a pöccsön, azt sem tudom. Szőlősz, mint egy férfinak, és baszok, mint a tigris. Na most akkor lesz itt a palton egy kis lufikázás, kis mélytolkozás, vagy szem? Hát nem lesz itt mélytolkozás, mi lenne egyből mélytolkozás, én nem? A távolsági buszok 5 órakor jönnek. Csá! Csak viccelődés! Gyeled, lágám! Tiszta homok lett a cipőm közben! Csak azért jöttem vissza, hogy adjak még egy kis eszélyt. Ja, hogy hát... Hát, ha de lufizlák? Várjál, csak alkudjunk meg, érted? Kis alkudozás, nem kell lufizni, érted? Csak lángasz meg a pöcöm. Most rángassam meg. Persze, csak lángasz meg kézzel, érted? Csak kettőt rá kérem tenni, és így vágy, hogy? Nem, kicsit többet kell lángatni, egy fél percig. Fél percig? Csak fél percig lángatod, és nem kell lufizni, majd később, mászik Londin. Ha hát sokkal jobban megismerjük egymást. De várjál már az első randin, már rángassam meg a pöcsödet. De már ismerik. Értem, az is igaz. Akkor csak köpjél le, érted? Köpjelek le? Az miért jó? Tessék. Leké köpjelek. Nem értem. Én se. Ja, jó. Akkor most mi van? Valami legyen, csak... Várjál, akkor csak... mi is legyen? Hát és randin olyanokat szoktak, hogy csókolóznak maximumum. Nem az, hogy már egy pő dugnak, meg cumiznak, értem, meg persze. Ilyenek, nem? Losz példa, teljesen igaz? Akkor kicsit szétünk és csókolózunk. Jó, csókolózunk, jó. Hol? Most? Kicsit szétállunk, érted? Jó. Papucsod nem lesz tisztá ilyen homok? Ez klocz. Akkor azt úgy... Beszélj magadról, te lomalány. Nem vagyok romalány. Kolumbiai vagyok. Persze. Fogd meg a kezemet közben, itt is romantikusan. Kicsit megfogom. Na, mesélj magadról. Mit meséljek magamról? Hány passzival kultál? Eddig összesen hárommal. Hány éves is vagy? 22. Három passzival kultál? Az kevés, nem? Hát én nem szoktam ilyen így éjszakásokat. Hát persze, én is, csak... És te hány lányjal tuktál? Most nem lólam van szó, érted? Ne tényleg a témát, csak három passzival kultál. Így van. És honnan is jöttél? Kolumbiából. Ott volt egy ilyen nagyon kicsik faluka. Kicsi falu? Ott laktam, így van. Ott laktunk, ilyen 10 éves voltam, amikor éltünk onnan. 10 évesen már nőtt a cicid? Nem, akkor még nem nőtt a cicid. Éltem. Nekem nincsen nagyon nagy cicim. Kis paprika cicit van?
Hát nem páprika, csak nem akkora nagy. Hát nem. Szép alma. Szép alma kis... Gyerek. Az a kedvencem, érted? A kis alma kis cici maga, paprika cici. Paprika is... A paprika cici az milyen? Az a kis hegyes, hosszú, érted? Ja, értem, olyan nem láttam még. Bár én nem szoktam csöcsöket nézni. Sokaknak van paprika csöcse? De szék. Sokaknak, sok csajnak van. Sok csajnak, egy kis színű paprika csöcse van, érted? De a kis alma is jó, kis kelek alma. Kicsi kerek alma, így van. És akkor Kolumbiából jöttél, és a kis szüleid nem éltem. Szüleim, mert a anyukám, apukám szétment. Hány félben? Szétvágtak őket Kolumbiában, nem éltem. Nem, együtt voltak nagyon soká. Aztán összevesztek, mert apukám nagyon sok rossz dolgot csinált, aztán sokszor jöttek oda hozzánk rossz emberek, és én nem értettem, mi történik. De biztos valami rosszaságban, tehát fegyverek meg ilyenek voltak ott. Nem tudom, mit csinált apukám, fogalmam nincs. Anyával elköltöztünk, aztán utána én meg külön életet kezdtem igazából anyukámtól. Néha beszélek vele, hazamegyek. Nyolcai mutálod? Igen, csak ma picikét már ilyen 40 éves, 45. Finci. De szép, hát ő is kolumbiai, szép, gyönyörű, nagy, hosszú, lomalány. Nem lomalány, kolumbiai. Persze, olasz. Most a Kolumbia nem olasz. De közel van hozzá, érted? Ezt tanultam iskolában, én még suliba járok. Milyen suliba jársz? Kiszegítősz be, ahol a speciálisok vannak, érted? A letenet okoszak. Letenet okosz vagyok. Speciális iskolám meg a retenet okos nem ugyanaz. Tudtad? A bolondok járnak, amit hogy ilyen nem bolondok, hanem nehezek. Nehéz felfogású emberek járnak kisegítőkben, vagy speciálisban. Nekem azt mondták, nekem a fatel azt mondta, érted, hogy meg a pézis, hogy ott speciális iskolába járok, mert okosz vagyok. Tehát nem a szíva cöveszek mellé ülök be a padla, hanem ilyen speciális tantelembe. Mikor voltál utoljára iskolába? Most tegnap voltam, az is nem talcsiszunk, mert voltam suliba, de sokszor nem járok be, érted? Inkább megyek ilyen Halloween-os kulvákat, lelufisztatok, érted? Meg álulgatok, ilyesmi. És a heroinos kurváktól, hogyha elkapsz valamit, akkor mi történik? Érted? Utána én is elkapom. Hát akkor megyük, hogy nem én beteg gondozó, beérted. Nagy dolog. Ja. Romantikus végül is, ott is egyik persze, leszünk. Persze. Semmi baj nincsen. És akkor Kolumbiába jött és átúsztál az óceánon, érted? Nem, hát igazából kártyám az nincsen. Csak hát beszöktem igazából. Autóval hoztak. Nincs kártyát? Nincs kártya, nincsen. Majd én szerzek. Honnál szerzek? És mit teszel meg, hogy ne hívjon fel a rendőrséget? Mit te? Rendőröknek szoktak köködni ilyenek? Én nem, csak kérdezem, hogy mit tennél meg, érted, hogy ne vigyenek vissza Kolumbiába. A pici faluba, érted? Hát de akkor nem fogsz többet látni, hogyha engem most beköpsz. Az is igaz. Viccelődés. Szekítek majd? Zöld kártya. Fogalmam sincs. Sose kellett nekem olyasmi. Nem tudom. És akkor a fatelod, nem tudod, hogy hol van a fatel, a mutel az jó cajszi, lomalány, és akkor néha dumcizol vele. És 22 éves, hogy miből élsz? Ha kérdezem. Hát igazából még egyelőre csak azokból, amiket együtt csinálunk. Még semmi ilyesmiből. Hát majd lesz valami, nem tudom. Tehát én nem akarok vanillába táncolni folyamatos ilyenek. Pedig szexuális. Mit szólnál hozzá, hogyha a kis kulvám lennél? De miért a kurvát? Hát egy kicsit futatlak, érted, ilyesmi. Nem, én nem szeretnék persze, ilyesmi. Persze, ez csak beugulatos kérdés volt. Hát, jaj, értem. Beugulatos kérdés. És semmi ilyesmi nem fog csinálni, de hogy is. Ölülök, hogy nem akarsz kurva lenni, érted? Én nem akarok, eddig se akartam kurva lenni. Szuper. Pár kérdésem lenne. Szereted a gyűlikulátsz, kérdezem. Még nem néztem teljesen végig. Teszik? Mert nem voltak éve, megnézem. Ezt én még egyszer tettem. Mondjad, csak gyorsan. Nem, gyorsan. Lassan mondjad? Lassan mondjam, vagy... 22 éves vagy, és úgy tudsz élni ezen a kis földön, hogy még a gyűlik ulát nem nézted végig. Így van. Az baj? Most... Na,
Ezt kicsit gondolkodok, érted? Összakita? Isten! Olyat lát vele, hogy a picában nem nézted meg a gyűlikulát? Olyan oldaszt, hogy pofont levágunk, beszalsz. Hát ez kurva nagy bűn. Istenem. Én nem tudtam. Még egyszer ilyet, most hazamész, és megnézed a gyűlikulát, érted? És a bővített változatot a Hobbittal együtt, érted? Ez mennyi órás? Sok. Hány órás? Istenem, sok, rengeteg. Majd megnézzük együtt. Jó, az úgy már jó. Sokkal jobb. A krumpli szalátáról szeretnék kérdezni. Hogy csinálod a krumpli szalátát? Hát krumpliból meg salátáú. Értem. Csak most itt a fogósz kérdés. Tehát, hogy csinálod a krumpli szalátát? De hogy érted, hogy csinálom? Krumpli szaláta? Ecetes víz, vagy majonézesz? Majonéz. Szelencéd most, hogy megúszál a joldasznak pofon. Második kérdés. Étszítés. Lila hagymát laksz bele, vagy szima bölösz hagymát? Hagymát szerintem én nem is rakok bele. Te szék? Te szék? Várjál. Lila vagy mi volt a másik? Persze, lila vagy bölösz hagyma. Vörös. Te szék? Lila. Lila hagymával csinálod? Mit csinálok lila hagymával? Istenem, a krumpli szalátát! Hogy még a krumpli szalátáról beszélünk, jó van? Tehát akkor a krumpli szalátát úgy csinálod, hogy majonézzel, érted? Jó nagy, és ilyen lábmoszó vödölbe, érted? Ilyen kis lavolba, úgy szeretem, annyi krumpli szalátát eszek, és kulvaszokat fingok tőle, érted? Majonézesz krumpli szaláta, és akkor lila hagymát laksz bele. Ez így van? Csak kérdezem. Vörösé! Te szék! Lila! Most ugye nem kell megint egy oldasznak pofont levágni neked, lágám. De most mi bánt a szaládóval? Lila hagymával csináljuk a krumpli szalátát. Jó, van. Akkor lila van. Nem is rossz. Hogy csinálod a tojást lántottál? Hogy érted, hogy csinálom? Milyen fészet rakok hozzá? Persze, hogy csinálod a tojást lántottál? Miket laksz bele? Hát mindenki attól függ, hogy ki hogy szereti. Van, aki a piboris paprikáson szereti, van, aki csak simán sosem, hogyha nagyon picikét megsózol. Iszki szonka, ilyesmi. Hát én például nem szeretem, hogyha van benne sonka, de ha valaki úgy szereti, akkor nem szonka, békön érte, kis békön kockácka. Én nem szeretem, hogyha ilyenek vannak a rántottabba. Én csak simán eszem. De hogyha kis valaki úgy szereti. Kicsi új hagyma, egy kis békön. Békönöcke, friss kenyér, kis majonéz kecap. Nem rossz, bár én simán szeretem. Tehát amikor egyszerű. És mit vársz el egy férfitől, érted? Zetonosz legyen a férfi? Mekkora legyen a falka? Milyen vastag? Hát beférjen, az a lényeg. Nem is losz. Kérdezd te is kérdezz. Hát mesélj most én magadról. Baszok, mint a tigris. Azon kívül, a padanyád. A fatel a válaszban él. Igen. Ilyen kis üzletemberecke, ilyen legális üzletemberecke. Mikor mutatsz be neki, vagy hol van? Hol is van, valahol van, érted, majd kulász után. Azon is gondolkodtam, csak most gyorsan megmondom, hogy kellene egy telepjáló. Kellene egy telepjáló, és neki van egy ilyen kurva nagy katonai telepjálója, ilyen hammele. Hammeré? Akkor egy-két hét múlva elszólhatnánk tőle. És hol lakik? Honnan kell egycsavni? Hát sok helyen lakik, sok helyen. Ja, mindig utazik? Hát kapom a gyerektartást, és hát most neked csak elmondom, de senkinek nem mondod el? Nem mondom én. De nevélnek-e? Nem mondom, a te nevét nem értek el. Nagyon sok zéje van, érted? Ja. Tőled szóltam a Jaguar Cabriót is. És akkor a hammert is el fogod csolni. És a hammert is elcsolom. És azt hogy fogjuk elcsolni? És mivel a mutelt, a prosti mutelt, aki Halloween-os kurva volt, megkulta. Igen. És hát lendeszem beleélvezett, érted? Tehát itt állok, érted? És... Halloween-os kurva volt anyád? Az volt egy Halloween-os kurva, prosti volt. Baszki, honnan tudod, hogy nem veszed ezt? Ki mondta neki ezt? Hát, mert sokszor látom, hogy kúlják.
Tehát a gyereknek, hogy kurják anyádat. Persze, néha amikor szokszor a szekrénybe lakott, éltet és ott aludtam, és készen keltem fel, és valahol keltem, hogy kurják a mutert. Szekrényben laktál? Szokszor, meg luha, egy luhaüzletben ott aludtam, érted? Jézus Máriám. Na mindegy, és a fatel fél, hogy beköpöm, hogy ő a fatelom, mert nem lenne szuper neki, érted? És kap gyerektartást, így kuszolok. Kapom a gyerektartást, az ét, érted? Aha. És akkor így kuszolok. A mutel meghalt, leszurkálták pár hónapja. Három hónapja, vagy négy, nem is tudom. Hol szurkáltak le? A Proszti negyedbe, ahol kulták. Atya úr, és te kitalálta meg? Falkam se tudja. Jézus Máriám, és ez is apád mondta, hogy anyád nem él már? Nem, pont mentem haza, érted, és mondta a cávó, aki a hely volt, tehát a Slici, tudod, és mondta, hogy össze-vissza szurkálták azt a helőn a szkulvanyád. Itt van a telcie, meg a egy-két ilyen cuccosz, én még felmentem, megnéztem, lombával szurkálva, érted? És bementem a kis szobába, és akkor ott ágy alatt kivettem egy ilyen szatyolból ilyen cuccoszt. Innen van ez is, ez a mutelé volt, ilyen harci eszköz. Nagyon. Kis... Hát harci, látom. Persze. Megtisztogattad előtte az utá, előtte? Még nem moztam ki. Jó Istenem. Na mindegy, szóval ennyi, érted? Csak ez titkos. És ennyi is azóta? Szokszor én mentem takóba, érted, ismertem a hólyójót, azért akarok az utcára kerülni, érted, ilyen gengszel lenni. Ő a példaképem. Én nem tudom, az kicsoda. Kurva nagy gengszel volt, érted. Most is mondta Dudász Libi, hogy ővé volt az éjszaka, meg minden ilyesmi, és volt egy kis kutya az utcában, mert a kulváknak én vittem a kajcit, érted, a takóból, meg a szokgumit, óvszert. Engem küldtek le, érted. Igen. És mindig volt egy ilyen kis kancal palotapinci, úgy hívják, hogy kis pele. Egyszer hallottam a nevét, és szokszor adtam neki egy kis ilyen kis kajcit, érted? És meghalapott az a kis geci. És azóta mi van vele? Kis kancal köszök kutya, meghalapott, fogalmam szinc. Azóta kicsit félek a kutyáktól, érted? Pedig és... sokszor szoktunk látni itt az utcán, az is igaz, főleg mikor francia ott van, érted, mert szerintem a francia szagla mennek. Kicsit félek a kis kóbor kutyáktól, és... Vagy lehet a franciát követik a kutyák, valami rendőr kutyák is lehet, hogy nem is csak beépülnek a kutyák. Na és mit is akartam mondani? Ja igen, és akkor ott ismerkedtem meg Mohogyóval, és össze-vissza vehet. Érted? Elvett a telcím. De a lendesz volt, ma azt mondta, hogy 50 euróért visszavehetem a telcím. Tök lendesz. Azért. Megvehet, elvett, és mondta, hogy visszavásszállolhatom. Kúló jó volt, első bizniszem, érted? És mi vertél? Fogalmam szint, csak mondta, hogy hé, kis köcög, mondom, tesszék, fogd meg, és dúl, már kaptam az álaszt. Jézus Máriám, jó nagy pszichopata lehetett akkor, hogy nem, lendesz volt. Lendesz volt? Azt mondta, hogy fogd meg, és már kaptam az álaszt, elvett a telcím, kicsit elment, fogalmam szint, egy perc után visszajött, és mondta, hogy van egy telci eladó. Nagyjából ugyanolyan, mint az enyém, érted? És mondom, és azt mondta, hogy 50 euró. Mondom, zil. És az első kurva nagy bizniszem volt az utcán, érted? És megéleszem, hogy wow, én is gangster akarok lenni. És mivel üzletelsz azóta? Fegyverrel, kis kábítószellel, szokszét összeszedtem, érted? Szokbalátom lett, persze. Légem mindig haza kellett mennem, nem mászkálhatom ennyit az utcán, bár szokasz szétálltam. Nem nézzük meg amúgy közben az ingatlan? Lakást? Aha. Persze. Szóval csak ez a történet, érted? Hát azért nem egyszerű igazából, de legalább apádat le tudod lopni, ha már kurvára nem akar vele törődni, érted? Nem akar, kis köcög. S fizeti a gyerektartást normálisan? Vagy néha kimarad normális, egy hitvonal? Persze, mindig fizeti, azért foszik, nagyon foszik. Nagyon helyes, fosszol is. Szerintem fogalmam szint. Van árafele három is. Nézzük meg mind a hármat. Kicsit még éhez vagyok. Éhez, kicsit álmosz. Mi lenne a cókolóznak és alciznak és holnap? Az is jó. Kicsit ja, megkarcoltam. Én is kicsit már fáradt vagyok, aha. És akkor holnap megnézzük, mert azért kicsit több idő kell. Megnézzük a közös lakásunkat, hol fogunk töckölni.
Biztos, hogy fogunk töcskelni? Biztos, biztos. Miért nem? Cool, mint a tigliszek. Én nem tudom, hogy kundekát tigliszek. Csak összömből basznak, érted? Jaj. És összömből kell baszni? Összömből coolni kell, érted? Semmi gondolkodás. Ja, értem, értem. Hova is figyelek? Jó, nekem ott a bimbot élni. Hát, így, az így annyira nem jó, hát így mondod így be, hogy érted, ez csak úgy jön a csók, tudod, csak úgy jönni szokott, nem mondjad, hogy... Értem. És akkor most, hogyha, most érted, ez most nem olyan már a csók, hogyha most megcsókollák, érted? Csak majd következőnek, ne rúzsd el majd a pillanatot, jó? És akkor most... Hát most épp csókollák meg, mert most ez nem, nem. Hát legalább adj egy kis zét benzinbe, érted? Átoksít a benzinbe, mennyit adják? Pár leulót adjál, kurva mert nekem tankolni, érted? És akkor most nem szájra csók? Jó, adok szájra csókot, csak megkérdezem, ne ilyen csúnya mondjál. Kicsit átdugom majd a nyelven, érted? Jó, oké. Ez mi a faszom? Kicsit belenyaltam a szádba, boci. Boci, ezt nem írtam ki. Mondtam, hogy én baszok, mint a tiglisz, érted? Ösztönös vagyok. Bocsász meg. Szétnyaltam a kis fogad. Jó éjszaká. Majd holnap tartsi. Been spending most our lives living in the gangster's paradise.